Vados József címzetes tatai apát székesegyházi kanonok, nyugalmazott plébános, életének 94. papi szolgálatának 70. évében január 4-én visszatért az atyai házba. Üdvösségéért január 10-én 10 órakor a Jézus Szíve nagy templomban Szent Mise áldozatot mutattak be. A korai időpont és a munkanap ellenére teljesen megtelt a templom. A hívek szinte minden volt szolgálati helyéről eljöttek. A gyászmisét Pápai Lajos, nyugalmazott győri megyés püspök celebrálta. Papától 1954. július 17-én szentelték pappá, és már készült a jubileumi szentmiséjére, amit már nem ért meg. Az Úr Jézus hazahívta őséges szolgáját, mi pedig megköszönjük mindazt a kegyelmet és áldást, amit az Úr Jézus rajta keresztül adott nekünk 70 éven keresztül. Nehéz időben kezdte papi működését, egy egyházellenes diktatúrában, és ő is ahhoz a generációhoz tartozott, akik minden üldözés ellenére hűségesen vezették át az egyházat a szabadságba. Több helyen volt káplán, Petőházán lelkész, és itt Komáromban 24 éven keresztül plébános. Megújult működése alatt a két templom, egyházi iskola indult, kompánymonostorú templom épült, de ezek csak a külső keretek. A lelki megújulás is elindult, lassan megtelt a templom. Vados atya nem kereste a látványos eseményeket, a csendes, állandó, hűséges munkát szerette, és ezt értékelték benne komáromi hívei is. A papi otthon közösségében, szentmiseivel, imádságaival tovább folytatta a híveiért vállalt papi szolgálatot és életet. A püspök atya a prédikációban röviden ismertette Pados József életútját, majd példaként állította a felnövekvő pap nemzedék számára. Isten népének ma még nagyobb szüksége van szent papokra, mint valaha. Az Úr Jézus ma is hív fiatalokat. Annyit, amennyire szüksége van, se többet, se kevesebbet. Csak nem úgy hívja, mint Sault az égből látványosan, hanem rajtunk keresztül. Így mindnyájan felelősek vagyunk. Püspökök, papok, családok, minden keresztény. Hiszen az Úr Jézus rajtunk keresztül a mi példánkkal hív meg fiatalokat. És nagyon sok fiatal gondol ma is a papságra. Csak sok az akadály, a rossz példák, az ellenséges korszellem, és sokan megtorpannak. De itt állnak a jó példák is. Vados atya lelkesen indult 70 évvel ezelőtt, és az utolsó napig a papi otthonban ezzel a lelkesedéssel végezte papi munkáját. Tehát lehetséges ma is lelkesen, tiszta szívvel, egész lélekkel Jézus Krisztus szolgálatában járni, és boldog papi élettel neki szolgálni. Kedves testvérek, egész keresztény életünk az Istennel való találkozás pillanataiból áll, és ezek a találkozások készítik elő lelkünket a vele való végső boldog találkozásra. Isten Jézus Krisztusban, Pados atya előtt is felragyogtatta az arcát, és hisszük, hogy ezek a találkozások már beletorkoltak abba a végső találkozásba, ami számára is meghozta az igazi karácsony, a Jézus Krisztussal való végső boldog találkozást. Dr. Reisner Ferenc püspöki helynök, a Brenner János Hittudományi Főiskola rektora és Takács Ferenc komáromi plébános koncelebrált. A szertartáson részt vett Kis Róbert észak-komáromi esperes plébános, a Nagyszombati Főegyház megye általános helynöke, valamint Brózs Gergely volt komáromi plébános. Számos pap testvér is megjelent a környező településekről, illetve volt szolgálati helyeiről. Jelen volt Milus Ferenc, Író Sándor, Simonics Péter, Havasi Bálint, Szalai Gábor, Ferling György, Németh László. A gyászmisén Máté László esperes, református lelkész is tiszteletét tette. Urunk Istenünk, irgalmadban ajánljuk József paptestvérünk lelkét, aki elköltözött ebből a világból. Emberi gyarlósággal elkövetett bűneit töröld el jóságosan, és bocsásd őt szent színed látására, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Pados atyát Egyed Gábor, a Szent Imre Római Katolikus Iskola tanára búcsúztatta. Azon kivételes személyek közé tartozott ő, akit még azok is tiszteltek, akikkel határozott világlátása és az isteni hitben való kérlelhetetlen állásfoglalása miatt konfliktusba keveredett. Miért is volt ez? Az Isten, család, haza hármasában ő kérlelhetetlenül az Istent, teremtő atyánkat helyezte az első helyre az élet minden területén.
ebben hajthatatlan és megingathatatlan volt. Sok mindenre megtanított ő bennünket, akik közvetlen közelében lehettünk. Elsősorban megingathatatlan Isten hitére, határozottságára gondolok arra, hogy földi életünket úgy is élhetjük, hogy mindent az Isten hit szűrőjén keresztül végezzünk el. Nem volt tökéletes. Nem értett mindenhez, mint ahogy egyikünk sem. De a jó Istentől kapott talentumnak köszönhetően mindig megtalálta a hangot azokkal az emberekkel, akik az élet különböző területén segíthetik abban a munkában, ami ahhoz kellett, hogy megláttassa velük és rajtuk keresztül sokak számára az üdvösséghez vezető utat. Apaként, nagyapaként, dédapaként bánt a körülötte összegyűlő családokkal. Távozásával véget ért egy korszak mindannyiunk életében. Igen, eljött annak is az ideje, hogy földi útja végén elengedjük őt, elkísérjük utolsó földi útján, imádkozzunk lelki üdvéért. Ami nekünk gyász és fájdalom, az neki égi születésnap. Nekünk pedig az itt maradóknak az a kötelességünk, hogy az ő mintáját követve éljük tovább mindennapjainkat, hogy egykor reméljük együtt lehessünk vele a mindenható Atyaisten és Jézus Urunk jobbján. Köszönjük, Uram, hogy ismerhettük őt, hogy személyén keresztül jobban megismerhettünk téged. Adj számára örök üdvösséget. Add, Uram, hogy másban ne őt keressük, mert emberi mi volta, egyedi volt és megismételhetetlen. Az általa adott tanítás viszont mindannyiunk számára követendő út legyen. Köszönjük, Pados Atya, úgy érzem, sokunk nevében mondhatom, nyugodj békében. Pados Atya egészen közel van hozzánk, és most egy kicsit mindannyiunk nevében megköszönjük Istennek, és megpróbáljuk megérteni néhány gondolatban, mit mondott általa nekünk az Úristen. Adjunk hálát, akik különböző helyeken találkozhattunk vele. Konytól, Mocsán, környén, Hegyeshalmon, Sopronon, Tatán, Tatabányán, Petőházán, Koppánymonostoron, Szőnyön, Komáromon keresztül. Azért vagyunk itt, hogy hálát adjunk ezért a bőtermésért. Hálát adunk, hogy ilyen sok gyümölcsöt hozó életet élt, hogy a lélek gyümölcsei teremtek benne. Hite, szilárd akarata, humora, a gyermekekhez mindig lehajoló szeretete, Pados Atyás mosolya sok ember számára hitelesítette a keresztény üzenetet. Bármilyen fáradt volt, az élete utolsó napjáig mindig az imában egyesült az Istennel. A rendszerváltozás után a katolikus iskola is elindult a keze nyomán. Sokan elindultak körülötte a hit útján, újra megtalálták magukat, mint katekumenek megtalálták az egyházat. Pados Atya és mindannyian június 30-ára a Rubint misére készültünk. Mi már nem kapjuk meg ezt a kegyelmet itt a földön, hogy arany, ezüst, gyémánt és vas után ebben az áldásban is részesedjünk. De ő megkapja a kegyelmet, hogy az örökké valóságban a mennyei atyával már Rubinban ragyogjon. Istenünk, eljött az óra. Kérünk, üdvözítsd Pados Atyát. A temetési szertartás a gyászmenettel folytatódott az altemplomban. Pados Atyát a templom kriptájában helyezték örök nyugalomra.